Sziasztok! Újabb résszel jelentkezünk, és egy olyan csapat következik, egy olyan klub, akit nagyon hiányoltatok. A Vasas. Igen, és hát joggal hiányolhattátok, hiszen az MB2-ből már volt egy nagymúltú egyesület, aki pillanatnyilag egyébként az MB2 tagja. Hát a másik ilyen... A Vasas is Budapestről hiányol még egy pár csapatot, a Győrt. Többek között Nyíregyházát, akinek helye lenne. Tehát nagyon sok csapatot hiányolunk, aki természetesen mind sorra fognak kerülni ők is, akiket említettünk. Úgyhogy de most jelen pillanatban a Vasas weboldalát veszük górcső alá, úgyis tulajdonosváltás volt. Egyesültek, az utánpótlások, ha jól tudom. Hát igen, majd egyébként kíváncsi vagyok, hogy például ezekről a napi hírekről látunk-e valamit, bár ez nem a mi vezérfonalunk feltétlenül, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy azért ezek is fontosak lehetnek. Nekem különösen azért, mert a két csapat szurkolótáborának barátsága okán én különösen kíváncsi vagyok egy részről, másrészről pedig ugye mindenféle hírek fölröppentek, illetve egy fix dolog is, ugye, hogy a Fecesi Robi a Vasasba távozik, illetve felmerültek újabb nevek is, akik a pillanatnyilag a keretből, ős újpestinek számítanak, és hát nem beszélve arról, hogy ifjabb Bene Ferenc ugye az új vezetőedző, úgyhogy a két klub sok ponton csatlakozik, vagy kapcsolódik egymáshoz. Legalább annyira, mint az Ete a Fradihoz. Igen, és én azt gondolom, mert hallottam, voltak ilyen hangok is, hogy most ezért nekünk újpestieknek haragudnunk kellene a Vasasra. Hát én azt gondolom, hogy elsősorban akire haragudnunk kellene, az nem a Vasas, hanem az itt a saját házunk teljesen keresendő, ott a székházban egy bizonyos belga vitatott nemi identitású úri ember forma, úgyhogy de a saját kínunkról elterelve a szót, mert hogy nem azért vagyunk itt, nézzük meg a Vasasnak a honlapját, ami így első ránézésre, nekem így jó, tetsző. Tükrözi a ugye a színeit, milyen jó kis streamer box. Igen. Kis technikai reklám rögtön az elején, az látszódik, ugye, hogy piros-kék, egy elég... Hát a Fece már ott van, ugye? Igen, már itt az új csapatának a színeiben, az ifjabb Bene Ferenc mosolyog. Hát nem tudom, nekünk fradistáknak azért van némi kis szájhúzásunk a Vasassal kapcsolatban. A lesorolásunk kapcsán ők bennmaradhattak, de ezen most természetesen nem fog foglalkozni. Mondhatnám én a Kádár kedvenc csapatától kezdve minden ilyesmit. Itt most arról van szó, hogy egy nagymúltú egyesület weboldalát nézzük, megnézzük, hogy az identitás, klubfilozófia és a stílus tükröződik el a Vasas oldalán. Elsőre azt mondom, hogy szép, új, de nem. Igen, én egyébként így neked a Vasasról mi jut eszembe? Nekem Angyalföld... Megmutassam, mi jut eszembe? Járom az uton, a macska köves uton, a léptem kopog esős éjszakán, az ütött kopott utcák nevét tudom, mert én itt születtem, ez a hazám. Ha valaki nem hallotta esetleg ezt a számot, és nagyon remélem, nem tiltja le a YouTube, akkor ez maga Angyalföld, és megint jövök az utopisztikus elképzeléseim egy weboldalon, hogy hogyan tudnám én ezt elképzelni. Technikailag baromi jól néz ki, srácok. Nem, de tehát most még egyszer, nem a kötözködés, mert az biztos, hogy aki csinálta, hát mondjuk látszódik, hogy egy informatív, modern weboldal a kor szellemének megfelelő, de egy kicsit hiányolom belőle a macska követ. Igen. És én nekem is valamiért ez jutott eszembe. Nyilván ez nem lehet teljesen véletlen. Ezért túl öregek vagyunk is. De egyébként igen, ez is hozzá tartozik. Lehet, ugye már csak azért is, mert ugye a Vasas, a gyáripar, a munkás réteg és egyebek, ezek ma ilyen nem divatos dolgok, de én azt gondolom, és felhívnám a figyelmet, hogy azért ez nem biztos, hogy pontosan így van, mert
Magyarország manapság épít egy elég komoly ipart, ami nyilván a 21. század kívánalmainak megfelelő, és mondjuk nagyobb hozzáadott értékű dolgokból áll, mint egy kovácsolt vagy kerítés, vagy éppen egy vasúti sín, és informatikával megtűzdelt, és elektromos autózás, és a kutya füle, amit még ehhez tudunk sorolni. Ehhez pedig kikre van szükség? Munkásokra. Így van, ezek a munkások szakképzettek, ezek a munkások szakmunkások adott esetben, vagy ezeknek a vezetői. Nyilván van ez a réteg, létezik ez a réteg, és erősödő ez a réteg, úgyhogy én nem gondolnám, már hogyha a klub ezen az irányvonalon akar elindulni, vagy ezt folytatni, hogy akkor különösebb probléma lenne ebben. A mi korosztályunk, vagy a mi apáink korosztálya, igazán a vasas, tehát én úgy tudom őket elképzelni, ez a nagyon keményen dolgozó, akár a nehéziparban dolgozó munkások, akik hétvégenként elmentek és felszabadultan szíthatták a rendszert, és Ilomszkinak tapsolhattak, vagy maguk közül, tehát ide említeném a legelső cigány származású, igazán komoly sztárt, a Farkas Jancsit, aki szerintem egy világklasszis. Váradi Béla. Váradi Béla a mészői, tehát aki tudnánk azért említeni. Sajnos az élő lexikonunk nincs velünk, Kristóf. Így van. Aki biztos, hogy minden részletre menően tudna minket tájékoztatni a vasason, hogy ki fogjuk kérni az ő véleményét is. De nincs, csak itt van történelem. Ez ilyen 10 sorban a nagyon... 1911-ben alakult. Igen. Elnézést kérek. Március 16-án. Hát 15-e után egy nappal, de a lényeg, hogy egy ilyen 10 sorban van egy ilyen nagyon velős összefoglaló, a 11-es alakulás után eredményességi listán gyakorlatilag az élvonalban az 5. helyet tudhatja magának, azt említik, majd szimpatizásai 2010-es felmérés alapján körülbelül 140-150 ezer szurkolóra tehető, ezzel a 3.-4. helyre sorolható. Én nem vitatkoznék ezekkel a dolgokkal, nem is ez a lényeg itt, hanem az, hogy... Azt nézem, hogy természetesen a második világháború után volt az úgynevezett vasas aranykorszak, ami 20 év alatt letudták a 6 bajnoki címüket, 1957 és 1977 között, de azon kívül nyertek hexagonál kupát, vagy mit, tehát, hogy várjál. Biztos ott lesz, mert ugye lejjebb folytatódik egy dicsőséglistával, és én azt várom, hogy a továbbiakban, a dicsőséglista után, ugye igen, itt lesz a kifejtés. És egy nagyon-nagyon fontos dolog a magyar NB1-jel kapcsolatban, hogy ezek csak a vasas játékosai, de tessék megnézni, hogy mennyi gólokat rúgdostak. Így van. Körülbelül hasonló, mondjuk lehet, hogy több mérkőzésen, de például a legutolsó Kabát Péter, aki nálatok is szerepelt, nem egyszer 24, de hát a több kabátja is volt neki, ugye. De Váradi Béla a beépített gépágyú, ugye 36 gólt rúgott. Igen. Farkas János 25. Egyébként nem tudom, hogy tudod-e, Váradi Béla egyébként amúgy ősföldin is egyébként. Tehát többféle kötődés is van a részemről az ő személye kapcsán. De hát nézzük meg, ugye a múlt idézés, ugye 911. március 16, ezt említettük, és itt már is van 1920-as évek vasas csapata, zseniális fotó, imádom ezeket egyébként. Aha, igen, hosszú bolgatja. Igen, igen. Össze-vissza nadrág. Igen, és azért lehet látni, hogy ezek a férfiak, ott szerepelnek a képen, ezek halálosan komolyan veszik magukat, ahogy nekünk is illik őket halálosan komolyan venni, mert azért az 1920-as évek, az még mindig az úttörő évek, ugye 26-ban jelenik meg egyáltalán a profilabdarúgás, nem mintha azt lekicsinylően említeném, de azért előtte, 1926-ig gyakorlatilag helyen közzel, azért tegyük hozzá, de igazából a lelkesedésért, meg a sport szeretetéért játszottak a játékosok, és én azt gondolom, hogy van is mire büszkéknek lenniük, hiszen azért 26-ban lett profizmus Magyarország, a 38-ra meg mi történt? Hát azért sok minden változás történt, sokak lifteztek egyik osztály, másodosztály. De mi volt 38-ban?
a Bécsi az egyik, az első bécsi döntés. Igen, és az első világbajnoki döntő. Jaj, hát persze. Persze, hát az legalább ennyire fontos. A világbajnoki döntő, ahol magyar csapat vett részt. Hát úgy. És az olaszokkal szemben a Mazzola elleni csapatban 4-1 vagy 4-2-re szenvedtünk vereséget, de nem játszottunk alárendelt szerepet a világ akkori legjobb csapatával, viszont, ha olvastátok a Semleges térfén az egyik cikkünket, Olaszországban a 16 csapatból 12-nek magyar edzője volt. Így van, tehát az olaszok, amit importáltak tőlünk, azt exportba szépen visszakaptuk 38-ban, de hát ez már egy másik történet, mi sok országtól visszakaptuk ezeket az importokat, sajnos. De nézzük tovább. Ugye 50-es évek, 56-ban közép-európai kupát nyert a csapat, Népstadionban 100 000 néző előtt lejátszott mérkőzésen. Nem gyenge azért, 100 000 néző. A Rapid Wien ellen. Ugye, nekünk mindig pekünk volt a Vasassal. Stadionavatón, az újnál is, a réginél is. Tehát így valahogy az így nem. Én megmondom őszintén, hogy miután a két szurkolótábor egyébként jóba van, én nem is emlékszem olyan, de ez lehet, hogy csak ez egy ilyen lelki okai vannak ennek, én nem is emlékszem arra, hogy milyen nagy problémákat okoztunk volna egymásnak. Már a Vasas meg az Újpest. De hát, meg hát azért, ha csak annyit mondok, hogy Görös Titi bácsi is egyébként a 13. kerületben kezdett el futballozni. Itt például. A 65-ös aranygeneráció, azért a szőke szikla, azért vannak egy pár ismerősök. Hát igen, én azt gondolom, hogy ez a csapat hát úgy néz ki, hogy ugye Ilovszky Rudolf, Baróti Lajos nevét, hogyha említjük, mint a csapatnak a vezetői, Varga, Bakos, Matez, Kékesi, Makos, Farkas, Bundzsák. Hát igen, most így, igen, tehát, igen. Tehát itt nem tudunk olyan nevet mondani, Szent Mihályi, akiket ne ismernénk, és ne lennének a magyar egyetemes labdarúgásnak a nagy alakjai. Aztán ugye 70-es évek, 80-as évek, és itt ugye érdekes, itt a 90-es évekkel, amikor folytatódik, azért mint minden más csapatnál, itt is azért voltak nagy hullámhegyek, hullámvölgyek, mert ugye, amit mondtál, Józsi, 77 az utolsó, azaz a hatodik bajnoki cím. Igen, de viszont ők egy ilyen stabil középcsapat lettek, aki nem is az a középcsapat, hanem olyan, akivel szembe soha nem mész biztosra. Így van. Jó napjukon szerintem bárkit meg tudtak volna verni, rosszabb napjukon azért nem is volt, nekik nem voltak olyan. Nekem valahogy úgy áll össze a fejembe, és hogyha ha nyilván lesznek olyanok, akik velem nem értenek egyet, nekem úgy áll össze valahogy a fejembe ez a magyar bajnokság, illetve a múltról alkotott kép, hogy valahogy Fradi, Újpest, MTK, utána még mindig fővárosi csapatok következnek, ne sértődjenek meg a vidékiek, nem az ő ellenük szólás, csak valahogy így áll össze a fejembe a múltról alkotott kép. Kispest, Vasas, és akkor azért ott még mindig jöhetnek, becsúszhatnak fővárosi csapatok, egy Csepel mondjuk. Csepel, BVSC. Igen, de azért én azt gondolom, hogy azért az nagyon jól van, azt azért tegyük hozzá, hogy ma már vidéken éppen úgy lehetséges élvonalbeli és bajnokcsapatot csinálni és alakítani és létrehozni, mint ahogy Budapesten. Ez mondom, ez csak a múltról alkotott egy ilyen kép, hogy bennem hogy állnak össze ezek a dolgok. Nem is biztos, hogy ez tükrözi a múltban megszerzett bajnoki címek, meg helyezések sorát, vagy akár a válogatott játékosok, hogy ki mennyit adott, csak valahogy így áll össze. Nem, egyébként meg kell, hogy mondjam, és ezt nem sértő szándékkal mondom, itt végigörgettem a történelmét a Vasasnak, mert van. Az biztos. A Vasas egy olyan csapat, akire azt mondom, hogy igazán nem tudok róla túl sok mindent, de hiányzik, amikor nincsen. Így van. Tehát az, hogy van egy állandó résztvevő, akit ugye fradistaként én nem kedvelek, de azt tudom, hogy a Vasas az mindig ott volt a közelben, hogy azért játszottunk velük, hogy sokszor megkeserítették a dolgunkat, hogy játszottak világszerte, az a csapat, amelyik baromira hiányzik nekem az NB1-ből.
Hogy mindig ott volt, na mindegy, ismertik ezt az érdést, nem? Ezzel kapcsolatban van egy történetem, én laktam hát gyakorlatilag a Fáj utca legvégén, a Vasút Történeti Park irányában, és amikor oda költöztem, akkor éppen egy olyan szakaszát éltem az életemnek, amikor nem követtem a futballnak az eseményeit, mindenféle bakok miatt, ezt most nem a tárgyhoz tartozik, és akkor úgy gondoltam, hogy hello, menjünk már ki egy vasas mérkőzés, hát el kell gyalogolnom 5 percet, mondjuk innen sincs messze, de a lényeg, hogy akkor nézzük már meg, hogy mi van, és akkor így jó, elkezdtem nézegetni, és mondom, mi van? NB2. Atya úristen, mi történik? Tehát akkor ki van az NB1-be? És akkor láttam ott neveket, nem akarom említeni, és akkor azt mondtam, hogy hát úgy látszik, hogy elszállt az idő, és amíg nem követtem azt a pár évet, amit kimaradt, addig igencsak furcsa változások mentek végbe. Tehát én azt gondolom, hogy egy vasasra igenis szükség van, mert azért ott a szurkolói rigmusokból a Kristóf, meg az én általam ismert szurkolóknak az elbeszéléseiből látszik, hogy tényleg mélyen gyökerező hagyományok vannak a klubnál, amit kár lenne elfecsérelni, de ugye, amit mondtunk, hogy új tulajdonos van, új szakvezetés van, úgy látszik, hogy újra van pénz, és mintha elkezdett volna épülni valami. Igen, és azt sokat voltam külföldön, és Angliában találkoztam egy pár vasas szurkolóval, és azt kell, hogy mondjam, én nem ismerek fiatal vasas szurkolókat. Biztos vannak, de az én ismeretségi körömben nem nagyon vannak. Tehát magyarul ez a csapat nem szerzett mostanában fiatal szurkolókat, és ez sajnos a klub helyzetének is, meg annak is, amikor oda mentünk, és például egy ajándékboltnak, hát nem is tudom, ugye hogy... melyik volt a semleges térfél második kísérleti adása? Ja, akkor amikor állóbérletet. Hogy igen. hogyan vegyünk állóbérletet a vasas pályán. Tehát nem láttam azt, hogy igazán ápolnák a tradíciókat. Persze láttam az új vasas telepen, Kubala szobrát, és a többi. Tehát hát az új stadionban egyébként azok a kerengők, ahol a szurkók jönnek, mennek, és ott azok a tacepauk, meg azok a dolgok, amiket a falra raktak, egy kvázi múzeum, de attól egyébként így sokkal szabadosabb, meg szabadabb dolog. Az azért már látszik, hogy alakul valami, és azért kezdtük az elején, és én azért kezdtem említeni a munkásság, a gyári alkalmazottak, meg ezeket a kérdéseket, hogy ne gondoljuk azt, hogy a vasas ez valamilyen komcsi konglomerátum, és ez csak akkor létezhet, hát, amikor... Nem. Tehát, hogy, mert hogy az a munkás réteg, az ma is van, nagyon szerencsére van, mert ha nem lenne egyébként, akkor lehet, hogy marha nagy bajban lennék. Hanem akkor is volt egy olyan időszak a magyar labdarúgásban, amikor a politika rátelepedett a labdarúgásra. Nem tudom, hogy kinek ismerős ez a helyzet, de volt régebben is ilyen helyzet. Hát ma már nincs ilyen. Nem, szó se lehet erről. Egy valami még. Megmondom őszintén, most így lehet, hogy egy műsorban nagyon visszás lesz, amit mondok. Én nem értem ezt a nagy Kubala szeretetet a vasas részéről, és nem akarom tőlük elvindikálni. 20 mérkőzést játszott összesen a vasasban. A Ferencvárosban játszott, azt hiszem, hogy 50 mérkőzést, és ezzel az erővel akár a Slovan Bratislavának is lehetne az ikonja, mert őtnek 30 mérkőzést játszott. Tehát de az őt nem minden ismeri a világon. Nem, hát a Barcelonában. Egyértelmű, és mondom, nem bántom így a vasas szurkolóit, csak nem értem, hogy miért pont a Kubalát választották erre. Persze ő annak idején, még az ugye úgynevezett átkos korszakban hazajött Magyarországra, és felajánlotta a segítségét, amit azt hiszem a Dunai Antal talán az ő tudott élni ezzel a lehetőséggel, de úgy, ahogy van a szartak bele, akkor is a sportvezetők, egy világklasszis edzőtől, játékostól, egy világklasszis klub vezetőjétől, és ezzel nem élnek. De lehet, hogy éppen ezért. Mert ezzel bizonyította a Kubala, hogy mennyire elkötelezett a klub felé, akkor nem éltek ezzel, és De ugyanakkor ezt az elkötelezettséget, azt végül is értékelni kell attól a labdarúgótól, aki ahhoz, hogy a Barcelona az lehessen, ami ma, ahhoz igencsak nagy mértékben hozzájárult. Én azért ezt a szempontot értem, de az is igaz, hogy a vasasnál rengeteg olyan más labdarúgó volt, aki sokkal többet játszott, hasonlóan szép eredményeket elért, és akár lehetett volna választani meg. Én azt gondolom, hogy
ez egy jó vita alap, és kíváncsi lennék ezzel kapcsolatban a Kristófnak a véleményére. Biztos, hogy olyan... Én nem vitatom egyébként a Kubolát. Szerencsére az én klubon, azt tudni kell, ha sokan nem tudják, hogy a Kubola László Ferencváros nevelés. Tehát nálunk több mérkőzés játszott, több gólt rúgott. Magyarul mondhatnánk azt, hogy több kötődése volt a Ferencvároshoz, de nem akarom én ezt elorozni a vasas szurkolóktól. De nem nektek ajánlott a felesegítségét annak idején. Igen, mert akkor nekünk már volt egy aranylabdás. Jó, oké. Na, figyelj, és akkor térjük vissza a tárgyra, mert tényleg nagyon elkanyarodtunk, és én közben itt klikkelgettem, megmondom őszintén, közben Józsi is, amikor én beszéltem, és én nem nagyon találok olyan pontot, megmondom őszintén, ahol ugye a klub történetet láttuk, ahol igazából alkalmunk lenne elérni azt a dolgot, ami az identitásra, klubstílusra, egyebekre vonatkozik, és így ezért is nem nagyon beszéltünk erről, mert ez így nagyon furcsa. Esetleg... Vasas Kubola Akadémia. Igen, ezt akartam tehát, mondani. Nem akartunk végigmenni az összes menüpontra, mérkőzések galéria. A stadion egyébként nagyon fontos, mert ha a stadionról vannak olyan képek, mondjuk nem ez, értelemszerűen, ez csak technikai információ, de lehet, hogy akkor a galériában lesz ez. Hát igen, itt is jó, hát ezeket köszönjük. Leírás van. Igen, ez egyébként fontos információ, csak nem az, amit keresünk. Galéria? Nézzük meg galériában. Galériában. Videókat nem merünk elindítani, nehogy letiltsa a YouTube, csak akkor még egyszer képek. Képek. Aha, gondolkodik itt a szerkezet, lehet, hogy rettenetesen sok kép van, és ahhoz idő kell, mert azért már az, ha azt az általam említett stadionfotókat, vagy stadion részleteket szépen befotózzák, és feltüntetik, akkor az már egy nagyon jó dolog. Hát jelen pillanatban... Már egy teszt, ott van egy tesztmes mennyire, mert lehet, hogy akkor alatta lesznek. Hát... Igen, hát még itt visszamehetünk, de már ha annyira vissza kell menni ettől jobban, akkor már nem hiszem, hogy az első blikkes megközelítés ez. Legalább vannak szurkolókról készült képek. Ezek egyébként jók. Megint csak azt tudom mondani, hogy szerintem itt, nézd meg, ezt a képet nézd meg. Bár ott ugye nem a futballról, csak de ez gyönyörű ez a kép. Ez szerintem ez így... Szatmári, igen. Igen. Kis barátkozás. Jó. Ez de jó kép. Nagyon jó kép. Jó, és itt megjelennek a szurkolók egy ilyen háttérként, és egyébként az hozzátartozik, hogy legalábbis az én tapasztalatom szerint az új stadion a Vasas esetében nem jött úgy ki, hogy akkor azzal együtt, ahogy megépült az új stadion, azzal együtt kevesebb szurkoló lett volna, de az átok, hogy az MB2 lett a sorsuk, előbb-utóbb a haladásnál is beütött sajnos, beütött ugye itt is, és voltak még klubok, ahol... Győr, Balmazújváros. Igen, ahol ez így beütött. Nem, ez, én azt gondolom, hogy semmilyen összefüggés nincs, ez csak ilyen rettenetes véletlen. Nézzük már meg nézzük az akadémiát. Az utánpótlás akadémiát, mert... Én nagyon sajnálom, hogy nincsenek ilyen. Igen, úgy van. Hát a fiatalkori képe a Lassinak, ahogy a katalának hívják Lassi, aki látta a magyar Barszáj című. A hivatalos honlap az itt van, de itt nézzük meg, nyitott akadémia, a család az első. Legalább van egy menüpont. Filozófiánk. Hoppá. Labdarúgót képzünk, embert nevelünk. Ezek fontos dolgok. Szakképzett fel. Figyelj, ez a szakképzett. Ez tetszik. Ezt a Vasashoz a szakképzett szó az annyira illő dolog. Igen. Nekem. Személyre és egymásra szabott tehetséggondolást tartunk, és egyére egymásra. Az emelt szintű képzések külön hangsúlyt fektetünk, az edzésenként előforduló sok száz labdaérintés a fejlődés kulcsának tartunk, hiszik a nemzetközi versenyeztetésben, fontos a klubhoz, csapathoz történő érzelmi kötődés kialakítása és ápolása, büszkék vagyunk a 101 éves piros-kék labdarúgó hagyományra gyökereinkre, amire a jövőt építhetjük. Én azt gondolom, hogy... Igen, de most itt csak miért?
Fontos a klubhoz, csapathoz törsz, érzelmi kötődés, kialakítás és ápolása. Gyerekek, egy gond van ezzel, hogy ez nincs ide leírva. De várjál, mert itt van tehetséggondozás. Nézzük meg, talent hát program, differenciált sport és szűrőprogram, kis csoportos és egyéni képzések, már iskolai lehet, tanulmányok, kollégiumi háttér, ezek egyébként cél, egészségügyi problémák kiszűrése. Jó, én azt mondom, hogy ez, és ne sértődjön meg senki, legyen szíves Vasas tájéken, vagy bárhol, máshol, de azt gondolom, hogy ezek technikai információként százas. De továbbra is azt mondom, hogy amiről szó volt, és pont az a mondat, amivel elkezdte Józsi, ugye, ahonnan kiindult ez a mostani diskurzus, hogy a csapathoz történő érzelmi kötődés kialakítása és ápolása, ezt viszont nem látjuk. Azt elismerjük, hogy biztos van ilyen képzés, módszer az edzők részéről, vezetők részéről való hozzáállás, de a szurkoló... Na most így, megmondom összintén... Az itt most még nem látja. Én most itt kezdő szurkolóként rámennék el az oldalra. Engem nem fogna meg az, hogy miért is legyek ennek a csapatnak a szurkolója. Nincsenek ugye azok, mint a hagyományok. Nincsenek az, hogy tulajdonképpen mivel fogna meg engem. Azon kívül, hogy nagy múltja van. Nincsenek menüpontok a szurkolókról, hogy srácok, hát ezek vagyunk, mi itt keresem. Volt egy pár fénykép, de nincsenek megemlítve. Tehát valahogy az az érzelmi kötődés, az, amit az elsődlegesen, amikor rámennél a weboldalra, az, hogy hát Vasas, hát mit képzelsz el a Vasasnak? Lehet, hogy túl öreg vagyok és utópista, mindig csak ezt szoktam mondani. Na, ezzel akartam folytatni, majd mondom. Hogy én már ránézek a Vasas weboldalának a background hátterére. Én egy angyalföldi macskaköves utcát tudnék elképzelni. Lehet ez a kék szín? Egyébként a stadiontól körülbelül légvonalban 3-500 méterre található ilyen utca, rendkívül hangulatos, pontosan tudom, ismerem. Amit akarok mondani, hogy én azt látom, te, mint a fiatal szurkoló beszéltél, hogy te mit látsz, én meg az öregként azt mondom, hogy én azt látom, hogy a Vasas megpróbál egyfajta modernitást kölcsönözni a honlapjának, a megjelenésének, az ez egész... Ez nem baj, csak ez nagyon fontos, hogy ezeken a biztos alapokon tegyék meg, és amit mondtunk például, megint visszatérek, biztos unalmas vagyok, a régi idők szakia, meg a mai idők magasan képzett szakmunkása, akik egyébként egyfajta folytonosságot képviselnek, például a gazdaságon belül, az iparon belül, valahogy úgy kellene viszonyulnia ennek a honlapnak egy régi Vasas hagyományos megjelenéshez, és mondani valóhoz, és identitáshoz. Tükröznie kellene, ahonnan indultunk, és merre tartunk. Így van. Tehát én látom benne, hogy igen, én biztos vagyok benne, hogy most új tulajdonos van, megcélozták az NB1-et, biztos, hogy meg is fogják szerezni. Megint én úgy gondolom, hogy megint stabil tagjai lesznek az NB1-nek, ahogy tulajdonképpen nekik a helyük van, de azt nem látom, azt a kötődést, amit az idősebb szakikkal ki kellene alakítani, aki majd átadja, tudjátok, a apáról fiúra dolog. Azt hiányolom ebből a weboldalból, informatív, tényleg jól néz ki, látszik, hogy költöttek rá, mondjuk a Tauból lehet, de nem érdekes, költöttek rá minden információt meg tudsz szerezni, jegyet tudsz venni, akár még a shopban is tudsz vásárolni, de az a kötődés ez alapján, a weblap alapján nem alakul ki. És ha nem tudod a pályán kialakítani, akkor kellenének olyan, tudjátok, amivel megragadják az embert. Ez a first impression. Igen. Amíg az először rá, amikor először megnézem, először megtapintom, ránézek, hogy ez egy régi klub, és tehát ezt az érzelmi kötődést, mondom még egyszer, a honnan indultunktól, a merre tartunkig. Tehát, hogy igen. Ezt próbálnám meg én, hogyha nekem a feladatom lenne, most azt csinálni a Vasasnál, mert mindig azt mondják, hogy könnyű kritizálni. Ugye mit változtatnék ezen a weblapon,
akkor mondom egy kicsit, ugyanazt mondom, mint a DVT-kel, kicsit grándosabb háttér tennék. Pontosan azért megjeleníteném a macska követ. Megjelentetném meg azt a videoklipet is, ahol a régi vasas játékosok éneklik ezt a számot. Esetleg én kiraktam a weboldalra, mert én szerintem, ha valaki, hát ott aztán tényleg megtudná, hogy ki a farkas, a mészőj, az Ilovszki, és mert ők mind, aztán mind szerepelnek ebben a kis zeneszámban. De hát nekem a vasas a macskakő. Hát és ez kellene, én legalábbis úgy gondolom, hogy... Azt én egyébként elfogadom, ha megnézitek a Váci utat, például, ami a 13. kerületnek egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen gerince tulajdonképpen, hogy az mondjuk a 80-as évek elejéhez képest, most hogy néz ki, akkor ugye gyárak sorakozott végig, ma meg szebbnél szebb, hát ki hogy, irodai épületekkel van megtűzdelve, ezt értjük, és ez egy világos dolog, de a kettőt át lehet vezetni egyébként egymásba, én azt Megnézem még a YouTube csatornájukat, mert lehet, hogy ott vannak ilyen identitás videók. Nem indítom el a videót, csak annyi, hogy megnézzük, hogy... Esetleg lejátszási listákban nézzük meg, hogy ugye téma szerint esetleg szétszedve nincsenek lejátszási. Méltánytalanul kevés a feliratkozó, el kell, hogy mondjam. Igen. Jó, egy nagyon fontos dolog, bocs. Ugye nézd meg ott, ugye ott van mindenütt természetesen ugye a vasasnak a címere. Na, a vasasnak a jelenleg használt címere, nem tudom mióta van használatban, de az nekem egy hagyományőrző, ugyanakkor modern. Ha ennek a címernek a kinézetének az elemeit követné végig a honlap, illetve, amit mi keresünk az írásban is meg lenne, akkor százas lenne. Figyelj, osztályozzunk! Egyébként, hogyha megnézitek, azért a vasas, mint olyan, mint sportklub, az ő maga szakosztályaival, nem is biztos, szinte biztos, hogy nem is a labdarúgó szakosztály a legsikeresebb. Hát nem, a birkózó szakosztály, hát, ökölvívó szakosztály, kézilabda, tehát én csak ezeket tudnám. Az ökölvívás az biztos, hogy sikeresebb. Igen. A birkózás az is egy nagyon-nagyon népszerű és sikeres szakág. De itt látszik is egyébként, hogyha igen, itt végig görgetjük, itt megnézzük, hogy kik szerepelnek, mert ugye ez nem csak a futballról szól, azért nagyon-nagyon rengeteg sok nem futballal kapcsolatos videó is van fönn. Na, Józsi, mondjunk ítéletet. Hú, az a göndörlány, de szép. Van, nagyon igen. Szépek a magyar lányok. Amikor. Hát így van, a többiek is egyébként gyönyörűek, ezt tegyük hozzá gyorsan. Oké. Okay. Nos, hát, kihagyott lehetőség. Hármas. Én is azt gondolom, én is egy hármas gondolok. Azért, mert kedvelem őket egyébként, azért is, mert laktam ott, azért is, mert így a szomszédban vannak, azért is, mert jó haverság van. Jó indulatból adhatnék egy 3/4-et, de nem teszem mégsem, azért, mert én biztos vagyok benne, hogy tudnak többet, és egy 3/4 lehet, hogy nem lenne megfelelően inspirálóra nézve, hogy valami jobbat is csináljanak. Már amennyiben persze az én személyem, vagy a mi személyük, vagy a semleges térfél egyáltalán érdekel valakit, hát remélem. Én is azt mondanám, én annyira nem kedvelem őket, megmondom őszintén, Kristófot nagyon, és azonban van egy pár vasaszurkoló barátom, magát az egyesületet sok minden miatt annyira nem kedvelem, de tisztelem hagyományait, és én azt mondom, hogy ez egy modern weboldal, de sokkal többet kéne adniuk a saját történelmükre, a saját identitásukra, amiről nem sokára megjelenik egy cikk a semleges térfélben. Tisztázzuk, hogy pontosan mit is gondolunk, mert kaptunk egy pár választ kluboktól, nincsenek tisztában, mit jelent az klub identitás fogalma. Igen, és jöttek észrevételek, jöttek reflexiók, és a reflexiók azt mutatják számunkra, hogy mintha olyan dolgokról vitatkoznánk, amikor két különböző fogalomról így beszélünk, van. És nyilván nem tud találkozni a véleményünk, nem gondoljuk azt, hogy ez egy hibás, vagy rossz dolog, vagy bármi, mi csak definiálni szeretnék azt, hogy mi mit értünk identitás alatt, és mi identitás alatt azt értjük, amit egyébként az erre és az ezzel foglalkozó tudomány ért alatta, mert azt gondolom, hogy az egy
közös kiindulási pont lehet, és egyébként nekem például a tudományt megkérdőjelezni, az egy kicsit meredek lenne, és szerintem ezen más is így van, aki csak, ha csak nem valaki halálos nagy tudós, de hát mi nem tartozunk ebbe a kategóriába, sajnos. Találkozunk a következő videóban, és Kristóf, várunk titeket az NBA-ben. Így van. Angyalföld. Sziasztok. Ha tetszett a videó, kövess bennünket Facebookon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és ha támogatni szeretnél bennünket, ezt a videó alatt található Patreon linken keresztül megteheted.